Szép estét mindenkinek, a nevem Budainé Orosz Réka, és a Kedesti webkonferencia háziasszonyaként köszöntök mindenkit Operenciás tengeren innen és túl. Azt hiszem, az lenne a legszebb köszöntés, hogy szép estét Kárpát-medence, jó reggelt Ausztrália, kellemes délutánt Amerika és Dél-Amerika, Peru, illetve Kanada. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan, ilyen sok helyről érkeztünk. Tatabányától Tiszacsekéig, Perutól Csíkozmásig minden kedves magyarnak, és nagyon-nagyon örülök, hogy együtt vagyunk, hogy együtt lehetünk határokon innen és túl. A határok azok csak fizikai vonalak, bizonyos országoknak a szélei, gyakorlatilag azt, amit számomra jelent a határ, az teljesen más, mint amit a közigazgatási terület végét jelentené. Úgy hiszem, hogy a határok azok akkor jelennek meg bennünk, amikor az elfogadásra vagyunk képtelenek, és ezt önmagunk, a nemzetünk, nemzettársaink és embertársaink el nem fogadása képez bennünk egyetlen határt. És a legnagyobb elválasztottság az önmagunk és az igazi lényünk közötti rész. Ezt szeretnénk ma egy kicsit másképp megmutatni. Teljesen mindegy, hogy Oroszországban vagy Perúban élünk, Csíkozmáson vagy Budapesten, vagy bármilyen nagy városban. Azt hiszem, hogy egyetlen egy dolgunk van, méghozzá az, hogy ezeket a határokat, az elképzeléseket, azokat a dolgokat, amiket nem akarunk, amiket nem tudunk, vagy úgy tűnik, hogy még kevésbé vagyunk edzettek az elfogadásban, azt át kellene írnunk. A felvezető dalban az volt, hogy rabok tovább nem leszünk, és hát a legnagyobb rabságunk, a legnagyobb félelmünk, a legnagyobb szolgaságunk attól alakul ki, mert félünk a jövőtől. Attól a jövőtől, amelynek minden egyes pillanatát mi a jelenben alakítjuk és teremtjük. A ma esti témánk félelem a jövőtől, és ennek szervi következményei, gojva és non-Hodgkin limfóma. Mikor lenne ez a téma aktuálisabb, mint éppen október 6-án? Ma emlékezzünk meg az aradi vértanúkról, akik nem féltek a jövőtől, és meghozták azt a döntést, amit akkor a legjobbnak hittek és gondoltak. Vajon tudnánk-e mi is ilyen bátorsággal, ilyen jövőbe vetett bizalommal gondolkodni, hiszen nem egy nemzet szabadságáról van szó, csupán a saját egészségünkről. Ezt a bátorságot szeretném megidézni a ma estén, hogy legyünk elég bátrak, félelemmentesen, hozzálátni ahhoz, hogy ne a biológiánk rabjai legyünk, hanem valóban a kezünkbe vegyük az életünket, és tegyük le a fegyvert, tegyük le a harcokat, vessünk véget a konfliktusoknak. Ezzel a lelkülettel kívánok Önöknek tartalmas estét. Hát nehéz megszólalni. Réka maximálisan rávilágított a mai napnak az üzenetére, ami ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy mindenki számára aktuális lehet. És hogy ne lehetne aktuális, amikor dr. Rike Gerdhammer sem félt a jövőtől. Ugye tudjuk jól a Hammer doktor élete és munkássága előadásból, hogy félelmet megvetve küzdött az igazságáért. Bebörtönözték azért, mert ingyen tanácsot adott betegnek. Bebörtönözték, mert nem tagadta meg a hitét, nem tagadta meg azt a felfedezést, amelynek hát az emberiség számára hatalmas, de hatalmas jelentősége van, és itt nem a nagy szavakról van szó. Itt azokról a visszajelzésekről van szó, amelyeket azért kapok, mert Hammer doktor munkásságával foglalkozok, és igen, olyan emberek gyógyulnak meg, akikről már mások lemondtak. Hammer doktor nagyságát egy egész előadásban
próbáltam helyre tenni, mert a fő média, a fő áramlat az mindent elkövetett, hogy minden rosszat rámondjon. Erre az orvosra, aki egyben teológus is, és fizikus is volt, meg egy zseniális feltaláló. Az élete tragédiájának köszönhette azt a felfedezést, amit számunkra hát örökségként meghagyott. Senkinek nem kell nagyobb veszteséget megélnie, mint a 19 éves gyermekének az elvesztése. Hammer doktor karjaiban halt meg a 19 éves fia, és ez indította el benne azt a biológiai programot, ami egy heredaganatban nyilvánult meg. A heredaganatnak a műtéti megoldásába akkori tudásával beleegyezett, de semmilyen méreg vagy sugárkezelést nem vállalt. Azt mondták, hogy 1%-nál kevesebb az esélye a túlélésre, de Hammer doktor túlélte. És mindez 78. december 7-én történik a haláleset, 79. februárjában már heredaganata van, és 81-ben már egészségesen dolgozik belgyógyász főorvosként egy nőgyógyászati ráklinikán, ahol természetesen felteszi a kérdést a daganatos betegeknek, hogy történt-e valami rendkívüli, nagyon-nagyon drámai esemény az életükben, mielőtt ez a daganat megjelent volna a szervezetükben. És a válasz 200 esetben igen volt. Ez vezette rá Hammer doktort arra, hogy a rák vastörvényét nyilvánosságra hozza, bejelenti a Bajor televízióban, és ez tartalmazza a DHS kritériumait, vagyis Dirk-Hammer szindrómáról beszélünk. Itt látjuk a 19 éves fiának az arcképét, Dirk-Hammert, aki megjelenik az apjának álmában, és bíztatja a kutatásra, hogy jó úton jár, csinálja, merje nyugodtan bejelenteni a felfedezését, de még van további felfedezni valója is. A történetnek a lényege, hogy megértsük, hogy azok az érzelmi megrázkódtatások, amelyek nagyon hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen törnek ránk, és valójában egy súlyos érzelmi konfliktus, egy félelem az, ami bennünk egy, mondjam úgy, hogy kiüti a biztosítékot, ezt, ha magányosan éljük meg, és benne maradunk a konfliktusba, akkor ebből egy daganat vagy egy rákhoz hasonló biológiai program lesz. Rák vagy rákkal egyenértékű biológiai programokról beszél Hammer doktor, és ezeket értelmes biológiai különprogramoknak nevezi. A történet, a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást fog elindítani. És ha nem oldjuk fel érzelmileg mindazt, amit érzelmileg megéltünk, akkor a sinek gondoskodnak arról, hogy legközelebb már újabb konfliktus nélkül is ugyanaz a program ismét lefusson. Az első természettörvénynek a jelentőségéről és a részletezéséről éppen a tegnap előtt kitett webkonferencia anyag szól részletesen, ami ugye a felső légúti programok és az első természettörvény összefüggéseiről szól. Aki megnézte, az hallhatta már a karantén alatt is, hogy mennyire fontos számunkra felismerni az első biológiai természettörvény jelentőségét, mert ebben van az is, hogy hogyan tudjuk leállítani mindazt, ami bennünk úgymond betegséget indítana el. Hiszen mindig fog érni minket váratlan, meglepetésszerű történet, ami félelemmel tölt el minket. Ezek érzelmi megrázkódtatások, de a magyar nyelvben lelki megrázkódtatás kifejezést használjuk. Természetesen nem a nagybetűs lélek fog megijedni. Ő mosolyog az egészen. Ez a félelem, ez a biológiából származó félelem, hiszen a biológiában minden a túlélésről és a fajfenntartásról szól, tehát minden olyan esemény, ami ezt veszélyezteti, az intelligens agyunk által gondolatilag a gondolat és az érzelem együttesen egy pszichés megrázkódtatást fog okozni, és ennek van akkora energiája,
hogy az agy közvetítésével hajszálpontos szervi választ indít el, amit Hammer doktor egy tudományos táblázatban össze is foglalt, majd bemutatom. De ne feledjük el, hogy mindez csak akkor fog megtörténni, ha magányosan éljük meg, és ha benne maradunk a konfliktusban. Nos, itt van a mi esélyünk arra, hogy leállítsuk a mindennap bekövetkező váratlan bejelentéseket, negatív híreket. Állítsuk le azokat a félelmeket, amelyek félelmet keltenek, hogy ja Istenem, mi lesz velünk, jövőbe kivetített félelem, a mai nap témája. Mert ennek is lesz szervi következménye. Természetesen a sinek azok gondoskodnak arról, hogy ha már nincs is bennem, nem jelenik meg ez a félelem, de a körülmények ismétlődnek, amelyek közt én ezt hallottam, vagy amilyen körülmények közt én ezt megéltem, nos ezek a körülmények segíteni fognak abban, hogy a program ismét és ismét és ismét elinduljon. Mindenféle újabb konfliktus nélkül. Ezért kéne lezárjuk békével a napjainkat, ezért kéne érzelmileg lezárni, megbocsátással, elengedéssel, empátiával, megértéssel, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor hatalmas öngolt rúgtunk, akkor mi fogunk megbetegedni. A félelem az mindig minket betegít meg. És ha a félelem megbetegít, akkor viszont a jövőbe vetett hitünk, a bizalmunk, a reményünk, az bizony meg fog gyógyítani. De ezeket a tényezőket minden háromnapos rendezvényen, képzésen, előadáson részletesen kifejtjük. A lényeg az, hogy jegyezzük meg, nem újjék el nap a mi haragunkkal. Természetesen ebből az első természettörvényből az is kiderül, hogy ide nem tartoznak azok a megbetegedések, amelyek nem lelki megrázkódtatás következményei. Ilyenek mondjuk a mérgezések, ilyenek a fizikai tényezők, sugárzások, balesetek, hiányos táplálkozás, ilyenek az orvosi műhibák természetesen. Ezeket azon a szinten kell megoldani, amely szinten ezek keletkeztek. De mivel lelki megrázkódtatásokról van szó, pontosan azért mondta Hammer doktor azt, hogy a germán gyógytudomány orvosoknak és betegeknek szól, akiknek szívük és józan eszük van. Mind a kettőre szükség van. Ahhoz, hogy felismerjük, hogy mennyire egyszerűen működik a biológiánk, a biológiai testünk, és felismerjük azt, hogy hogyan tudjuk érzelmileg megoldani mindazt, amit nap mint nap érzelmileg félelemmel megéltünk. Nem árt, ha tudjuk, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Nem az számít, hogy mi történt, nem az számít, hogy mit hallottunk. Csak az az egyetlen egy dolog számít, hogy én ezt miként éltem meg. Pontosan ebből származik az a felismerés is, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ugye, aki belépett erre a webkonferenciára, találkozott ezzel az üzenettel. Ez a weblap főoldalának az üzenete. És ez nem egy mentességet, mentséget kereső mondat, nem. Ez egy nagyon nagy felkiáltó jel mindenki számára. Senki nem fogja tudni elmondani, hogy a testvére, az édesanyja, vagy a legjobb barátja milyen konfliktust élt meg. El tudja mondani a konfliktus körülményeit, de azt, hogy az illető, hogy ő maga mit élt meg ebben a pillanatban, az csak is a beteg fogja tudni elmondani. És ha a beteg írja meg ezt levélben, akkor már a szóhasználatából tudom, hogy miről van szó valójában. Az első természettörvénynek a fogadtatása, nehogy azt higgyük, hogy kitörő örömmel történt. A kollégák elzárkóztak ettől a megközelítéstől, hiszen ez nem az anyagszintű megközelítés. Ide az embernek lélekre van szüksége. És hát egyezünk meg, hogy az orvosképzés nem éppen erről szól. Az orvosképzés a receptírás művészetéről szól. És ahhoz, hogy gyógyszerek nélkül is képesek legyünk lezárni egy biológiai programot, ahhoz kérem szépen józan észre és szívre van szükség. Lesznek olyan helyzetek, amikor is igenis szükség van az orvosi ellátásra.
Az esetek 80%-a képes otthon rendbe jönni, de lesz 20%, akinek orvosi ellátásra van szüksége. Hammer doktort, amikor perbe fogják, kiderül, hogy az általa vezetett kis klinikán, Burgerlandban 6500 betegből 6000 él. 92%, kérem szépen, 5 év múlva 92% daganatos beteg, olyanok, akikről már lemondtak, élnek. El kéne gondolkodnunk azon, hogy mindaz, amit elhangzik, nem ezotéria, ez nem valami hókusz-pókusz, ez pontosan, nagyon pontosan egy komoly tudomány. Nézzük a második természettörvényt, amit Hammer doktor nem sokkal az első után felfedez, hiszen belgyógyász főorvos, tisztában van a tünettannal is, és megfigyeli, hogy a tünetek gyakorlatilag két csoportba osztható, hideg és meleg tünetek. A hideg tünetek, kék színnel jelöljük, mindig a konfliktus aktív szakaszban jelentkeznek. Tehát becsapódott a DHS, megtörtént a váratlan esemény, és mit érez valaki akkor, amikor egy kellemetlen, és finoman fogalmaztam, hogy kellemetlen, vagy egy nagyon veszélyes hírről kap tudomást, valami nagy veszélyt érez, hogy közeledik feléje, és azt se tudja, hogy mit tegyen, fog vajon ez az ember nyugodtan aludni? Nem fog. Felébred, felriad álmából, zakatol az agya, hideg a keze, hideg a lába, nincs étvágya enni, nem fog enni, hanem emelkedik a vérnyomása, a légzésszám, a pulzusszám, emelkednek a stressz hormonoknak a szintjei, és a biológia már a konfliktus aktív szakaszban segítségemre jön, és az maga módján, biológiai szinten segít nekem abban, hogy megoldjam azt, amit én érzelmileg nem tudtam megoldani. A második szakasz az a megoldást követő szakasz, és ugye nem mindegy, hogy a KM, a konfliktus megoldása, az hogyan történik. Valójában érzelmileg zártam le valamit, vagy megváltoztak a körülmények. Felszuszogtam, hogy jaj, hál' Istennek, mégse fog bekövetkezni az, amitől annyira féltem. És akkor jönnek a meleg tünetek, az exudatív fázis azt jelenti, hogy a szöveti nedv, az exudátum felszaporodik. Vagyis duzzanat fog kialakulni szöveti szinten, ami ugyanakkor gyulladással jár, fájdalommal, és a működésnek a visszafogottságával. A duzzanat nem csak szöveti szinten, hanem az agyi relében is megjelenik, mindjárt mutatom, és akkor ez a duzzanat azt jelenti, hogy fejfájást fog létrehozni a megoldási szakaszban az exudáció. De jön az epileptoid krízis, amikor is annak a biológiai értelme az, hogy kipréselődik a víz az agyi reléből és szervi szinten, ugyanakkor a legdurvább tüneteket fogjuk itt megélni, pontosan ezért ilyen magas ez a kék színű besatírozott háromszögű terület. A szívmegállástól a tüdőemboliáig, a vesegörcs, epegörcs, mélyvénás trombózis, és minden kellemetlen tünet a legerősebben itt jelentkezik. Itt jelentkezik az epilepsziás görcsroham, és erről is van webkonferencia megtekinthető, epilepszia és Dravet szindróma címmel, és azért lényeges, hogy ezt megértsük, hogy ez nem a biológiának a büntetése, ez a saját büntetésünk, mert túl sokat ültünk a konfliktus aktív szakaszban. Ezért kéne lezárni békével a napjainkat, hogy itt az epileptoid krízisben mondjam, egy tüsszentésnyi tünetünk legyen mindösszesen. Nyilván ez megtörténik, ha egy bűzkonfliktusról van szó. Aztán következik a hegesedési fázis, ami csak annyit jelent, hogy a meleg tünetek ismét megjelennek, megint kimelegszik a kezünk, a lábunk, megjön az étvágyunk, tudunk enni, hála Istennek, de még nagyon gyengék vagyunk. Na most ez a gyengeség nem kéne minket elkeserítsen. Ebben az állapotban pontosan azt kéne látnunk, hogy napok vagy hetek vannak még hátra, és teljesen meggyógyulunk, felerősödünk. Ez megint csak nem büntetés, ez csak arról szól, hogy engedjük meg a biológiánknak, hogy rendbe szedje önmagát. A program végére természetesen már nem lesz minden olyan, mint előtte. Egyetlen csatatér se nézett úgy ki a csata után, a 48-49-es harcok során, mint ahogy a harcok előtt kinéztek. A gyógyulásnak tünetei, vagyis szervi
maradványtünetei lesznek, hegesedéssel gyógyulnak bizonyos dolgok, de ez nem fogja befolyásolni az életet. A hegesedés az csupán, mondjam úgy, egy emlékmű. Lehet egy ilyen hegesedés, egy elmeszesedett góc egy mellben, egy elmeszesedett góc például a tüdőben. De ez nem azt jelenti, hogy egy aktív daganattal volna dolgunk. Nos, amint ígértem, mutatom a CT-képen. A konfliktus aktív szakaszban a baloldali képben azt látjuk, mintha egy kavicsot dobtunk volna bele a sima tó víztükrébe. Koncentrikus, körkörös gyűrűket látunk, ez mindig a konfliktus aktív szakaszra jellemző CT-kép. Természetes, az agyalappal párhuzamosan készül és kontrasztanyag nélkül. A jobb oldali képben a megoldást követő fázis CT-képét látjuk, és ha megnézzük ott lent baloldalt, lenti képen a baloldali nyilat, az rámutat egy sötétebb hámeri gócra, amellett szimmetrikusan a másik oldalon ugyanaz a góc világosabb színű. Tehát itt látjuk azt, hogy a bal oldalt, ahol sötétebb, az azért sötétebb, mert több sugár ment át, mint jobb oldalon. És ez azért lehetséges, mert a felgyülemlett víz, az ödéma fellazította ennek a relének a szerkezetét, a szöveti szerkezetét, tehát több sugár ment át rajta. Igen, a benne levő folyadék tette mindezt. A jobb oldalt is látunk egy ilyen relét, a nyíl kívülről mutat befelé, egy megoldás követő fázisban levő hámeri gócra. Ezek nem agydaganatok, de akinek kétségei vannak e felől, nézze meg az agydaganatokról szóló webkonferencia előadást. A harmadik természettörvény az egy olyan történet, amivel senki, de senki nem tud vitatkozni. Hammer doktor ugyanis visszalapozott az alapokig, mert ugye mindannyian, akik orvosi egyetemre jártunk, de akik biológiát végeztek, vagy más biológiával kapcsolatos tanulmányt folytattak, hallottak arról, hogy embriológia, vagy méhen belüli élet. Ez az a 9 hónap, ami a megtermékenyítéstől egészen a megszületésünkig fog lezajlani. Nos, ennek a lényege itt most, hogy lássuk, csupán annyi, hogy fogjuk föl, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek egy életen át. Vagyis a túlélés érdekében vagy a sejteket szaporítom, vagy a sejteket sorvasztom, vagy működést módosítok. Nincs negyedik megoldás. Minden folyamatnak, ami a szervezetünkben történik, ez az alapja. És nem egy laborértéknek a változása, az csupán következmény. Nem a CRP szintnek az emelkedése, a betegségemnek az oka, hanem az a gyógyulási fázis, amiben a gyulladás megjelenik. Szóval, ha szaporítom a sejteket a konfliktus aktív szakaszban, természetesen le fogom bontani a megoldást követő szakaszban. Logikus vagy nem, hiszen nem tartunk el feleslegesen egyetlen sejtet sem. Ha sorvasztani fogom a sejteket a konfliktus aktív szakaszban, akkor természetesen vissza fogom ezt építeni a megoldást követő szakaszban. Ugye ez is logikus. És hogyha működést fékezek, gátlok, csökkentek a konfliktus aktív szakaszban, akkor természetesen a működést vissza fogom állítani. De ez nem véletlenszerűen történik. Ez pontosan meghatározott szabályok szerint történik. Itt látjuk azt a képet, a bal oldalon, amikor már a megtermékenyített petes sejtnek a sejtjei osztódtak, túl vannak a szedercsíra állapoton, és a szedercsíra állapot sejtjei átrendeződnek 3 csíra lemezbe. Itt látjuk sárga, narancs és piros színekkel azokat a sejteket, amelyek a különböző csíra lemezeket hozzák létre. Nos, amint látjuk, a nyilak, a sárga, narancs és piros színű nyilak mutatják, hogy milyen irányú működést folytató sejtek fognak kialakulni ezekből a csíralemezekből. Nézzük meg a sárga színnel jelzett belső csíralemezt, vagy endodermát. Ugye ez belül van, ezért belső csíralemez. Ugyanilyen színnel van jelölve az agytörzs, hiszen az agytörzs az, amely idegrendszer szintjén ezeket a sejteket irányítja. És ezeknek a sejteknek az a fő feladata,
hogy megteremtsék számunkra a falatot. Ezért van ott egy tápcsatorna jelölve a sárga nyíl végén. A tápcsatorna a falat konfliktust ábrázolja, de nem csak kenyérrel él az ember, tudjuk jól. A túléléshez a táplálékon kívül kell még víz, levegő, fény és hang. Ezek is falatok, amiket meg kell szerezzünk a túlélés érdekében mindenkinek külön-külön. Függetlenül, hogy férfi, hogy nő, hogy jobbkezes vagy balkezes. Ez mindenkinek önmagáról szóló program, a túlélés feltételeinek a biztosítása. Ehhez a sejtréteghez a narancssárgából csatlakozik egy sejtsor, látjuk, és ezt a narancssárga sejtsort a kisagy fogja irányítani. Látjuk a kisagyat az agytörzs mögött, ami már narancs színű, de sárga satírvonalakkal van behúzva. A kisagy a támadási konfliktusainkat fogja megoldani. A kisagy és az agytörzs együtt az ős agyat képezi, és mindkét agyi területről kiinduló programok sejtszaporítással indulnak, és sejtszintű sorvadással fejeződnek be, vagyis a felesleges sejtek lebontásával. Fölötte látjuk piros és narancs színnel az agyvelőt és az agykérget. Ezek ketten a nagy agyat képezik a narancssárga sejteknek. A másik része látjuk, hogy a piroshoz csatlakozik. Ezeket irányítja az agyvelő vagy fehér állomány, és ide az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusaink, félelmeink fognak becsapódni. És itt mindig először sejtszintű sorvadás lép fel, a megoldásban visszaépítés. A piros színnel jelzett agykérek pedig ugye az elválasztási konfliktusokat irányítja, erre utal a piros színnel jelzett baba, de az agykéreg oldja meg a birtok konfliktusainkat is, a jobb felső sarokban néhány birtok zónában levő relét karikáztam be, és az agykéreg irányítja a működésváltozást is, tehát amikor nem bontunk, nem építünk sejteket, csak éppenséggel megváltoztatjuk azok működését. A nyilak egyirányúak, ne feledjük el, hogy semmilyen sejt, amit az agytörzs irányít, teszem azt egy prostatasejt, nem fog tudni átalakulni csontsejté, hogy a derekamba áttétet hozzon létre. Mert hogy áttétek nincsenek, ez egy biológiai képtelenség. Nem tud csíralemezt váltani egy kialakult sejt, nem tud főnököt váltani, irányítóközpontot váltani egy kialakult sejt. De ha egy prostata beteg egy műtét után azt éli meg, hogy elveszett az erekciója, és nem tud férfiként működni, ez egy olyan súlyos, a személyiségében megélt önleértékelés lesz, ami elindítja, mint önleértékelés, önpusztítás, a deréktáji csigolyáknak a sorvadását. Tehát tudnunk kell, hogy minden félelemre egy újabb és egy újabb programot indítunk el. A legnagyobb félelmet pontosan a diagnózis sok adja. Az, amit az orvos könyörtelenül, empátia nélkül a képünkbe vág. Akivel a folyosón közlik a halálosnak ítélt betegséget, az egyszerűen az nem tudom, hogy milyen ember. Én nem tudom az ilyet kollégának nevezni, akiben annyi empátia nincsen, hogyha az egy a meggyőződése, hogy az illetőnek nagyon súlyos a betegsége, hogy elvegye tőle az utolsó reményt a gyógyulásban. Mert ezek az emberek aztán elindítanak még egy csomó programot, ezek ugye mind konfliktus aktív szakaszban lesznek, és ez fogja okozni a tumoros kahexiát. Ettől fog lefogyni a daganatos beteg, hogy annyi programot indít, hogy már felemészti a saját testének minden szövetét. A konfliktusokról annyit, hogy a Hammeri táblázat tartalmazza ezeket a konfliktusokat. Itt látjuk Hammer doktor tudományos táblázatát, ami távirati stílusban orvosi szakkifejezésekkel, terminus technikusokkal van megtüzdelve, egy-egy mondat utal valamilyen programra, de ezeket már a weblapnak a YouTube csatornáján megnézhetjük kifejtve, hogy miről is szól a történet. Pontosan úgy, mint a mai konfliktusok és szervi következményeit, a jövőtől való félelmet. Az agytörzs tehát a falat konfliktusokkal foglalkozik, és mondtam, hogy levegő, víz, táplálék, fény és hang szükséges mindahhoz, hogy túléljünk,
De amikor megélem a teljes elhagyatottságot, magányt, meg nem értettséget, egzisztenciális konfliktusom van, vagyis a létezésemhez szükséges feltételek nincsenek biztosítva, megélem a létkonfliktust, nos, akkor kérem szépen, begyűjtöm a vizet a szervezetembe, és pont ott, ahol éppen valami gyógyul. És ettől lesz extrém nagy a víznek a begyűjtése a hasüregbe, a mellhártya üregébe, vagy éppenséggel egy ízületbe, ami gyógyulási szakaszban van. A kisagy, mint mondtam, a támadási konfliktusokat irányítja, de a narancssárga és a piros oszlopok teljes részére érvényes a kezűségnek a kérdése. Ez megint nem ezotéria, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes. Ez egy nagyon fontos történet, mert megmutatja számunkra például, ha egy hölgynek a bal mellében alakul ki egy melldaganat, akkor az, ha a gyerekéről szól, önmagáról vagy az édesanyjáról, akkor az a hölgy természetesen jobbkezes. Ha viszont nem az édesanyjáról, nem önmagáról, nem a gyermekéről szól az aggódása a hölgynek, hanem valaki másról, és ez lehet az apja, a testvére, a legjobb barátnője vagy a partnere, akkor ő balkezes. És ez mindig így van. Itt nincs kivétel. Tehát ezek nagyon, de nagyon pontos megfigyelések. Természetesen a vélt vagy valós támadások fognak támadási, bemocskoltsági konfliktusokat okozni. Ezeknek az összefoglalását egy külön webkonferenciában megtaláljuk. Ilyenkor az írha és a burkok fognak megvastagodni, tehát a hashártya, a mellhártya és szívburok. A gondozási konfliktus, vagyis a túlzásba vitt aggódás a mell tejtermelő mirigyeinek a túlszaporodásához fog vezetni. Az agyvelő fehérállomány programjai, azok is a narancssárga oszlopban találhatók, de amint látjuk a második részben, tehát a középtől lefele levő részen találjuk meg ezeket az értelmes biológiai külön programokat. Az önleértékelés szöveti szinten is önpusztítást jelent, és nem csak a mozgással kapcsolatos szöveteink pusztulása, sorvadása tartozik ide, hanem külön még a szívizomzat, a mellékvesekéreg, vagy éppenséggel az ivarmirigyek hormontermelő szövetei is ide tartoznak. Az agykéreg az elválasztási és birtokkonfliktusokat vezérli, itt is sejtszintű sorvadás az, ami beindul, megoldásban visszaépítéssel, ez a piros oszlop tartalmazza, mondtam itt is a kezűség, az természetesen jelen van, és ide tartozik, ott a piros oszlopnak az alján látjuk azokat a programokat, amelyek a működés változással segítenek nekünk, miben? A túlélésben. A negyedik természettörvény nagyon, de nagyon időszerű. Miért? Mert éppen baktériumokról, vírusokról, gombákról szól. És azt a képet már láttuk, és nem véletlenül hoztam be újból. Mert kik segítenek nekünk a felesleges sejtek lebontásában? Kik segítenek az erdőben a felesleges kidőlt fáknak a lebontásában, nem a gombák? Tehát ha valakinek kandida fertőzése, és idézőjelbe tettem a fertőzést, kandida fertőzése van, hogyan kéne ezt megoldani? Úgyhogy le kéne zárni azt a programot, amihez ez kötődik. Mert a kandida, a gomba mindig a falat konfliktusoknál fog segíteni nekünk abban, hogy megoldjuk azt, amit meg kell oldanunk, hogy helyreállítsuk a sejteknek a számát. A gomba baktériumok, vagy TBC baktériumok, azok a kisagyvezérelt programokban fordulnak elő leginkább. Ezek olyan baktériumok, amelyek gombák is, és baktériumok is, vagyis átmenetet képeznek a gombák és baktériumok között. Nos, ezek is a lebontásban segítik a szervezetünket. Az agyvelő által irányított programjainkban a baktériumok lesznek azok, amelyek segítenek visszaépíteni mindazt, amit már sikerült lebontanunk a konfliktus aktív szakaszban. A vírusok abban fognak segíteni, hogy az agykéreg által történt programjainkban segítsenek a visszaépítésben. Tehát ha valakinek krónikus hepatitiszt mutatnak ki, mert ott van a hepatitis C vírus állandóan kimutatható, csak le kéne zárja a bosszankodását.
és eltűnnének a felesleges sejtek a felszínről. Csak le kéne zárni, kérem szépen, a féltékenységet, és a humán papillomavírus eltűnne, vagyis kimutathatatlan számban vonulna vissza. Az agykéreg a működésváltozást is szabályozza, és ha leblokkoltunk egy működést, akkor azt vissza fogja állítani az agykéreg a megoldásban, természetesen. A baktériumokat, tehát Hammer doktor már 1987-ben leírja, hogy ott vannak a gyógyulási szakaszban. Mégis el kellett teljen 33 év, hogy 2020. május 29-én közöljék a világgal, hogy te jó Isten, baktériumokat találtak a daganatokban. Ezt orvosi cikkből idézem természetesen. A lényeg csak az, hogy kérdés, hogy ezzel a nagy felfedezéssel, ugye, hová jutunk? Megpróbáljuk kiirtani a szervezetünkben levő baktériumokat, hiszen 10-szer több baktérium van a szervezetünkben, mint emberi sejt. Hová fog jutni a terápia, ha nem veszük észre, hogy kik a segítőink, és kik az ellenségeink? Mert mindaz, ami kívül van, az kérem szépen nem biztos, hogy a barátunk. Mindaz, amit kívül az emberi gyarlóság állít elő, mint biológiai fegyvert, az természetesen, hogy hatni fog a biológiára, főleg, ha félelemmel megnyitjuk ennek a kapuit. A halálfélelem mindig a tüdőre hat, ne feledjük el, és nem a dohányzástól lesz valakinek tüdőrákja, hanem a halálfélelemtől, függetlenül attól, hogy valaha dohányzott vagy nem dohányzott. De ha olyan híreket terjesztenek, hogy biza ez a vírus halált okoz, akkor a halálfélelemmel pontosan megnyitjuk a kapuját annak, amit ártó szándékkal létrehoztak. Én remélem mindenki megértette, hogy a félelem az egyetlen halálos betegség. És az, ahogy én ezt a félelmet agyilag feldolgozom, el fogja dönteni, hogy milyen programot indítok. A krónikus betegségeknek az egyetlen oka az, hogy nem oldottuk fel érzelmileg azt, amit érzelmileg fel kellett volna már régen oldanom. Ha nem oldom fel a konfliktust, látjuk a felső ábrán, akkor benne maradtunk, és természetesen folytatódik a szövetszintű rombolás, vagy túlépítés, vagy a működésnek a gátlása. Ilyen példa egy agyvérzés utáni állapot, amikor még mindig bénult marad az illető, vagy ilyen például egy cukorbetegség, mert az illető mindenre, de mindenre ellenszegüléssel reagál. Kérem szépen, ezért nem tud a cukorbetegségből kievickélni, mert ő neki semmi sem jó úgy, ahogyan az van. Nem tud elfogadni. A policiklikus lefolyás akkor jelenik meg, amikor ritkán találkozunk újra ugyanazzal a körülménnyel, amit a DHS pillanatában megéltünk, és ezért újra meg újra elindul a program, és végig is fut. Természetesen, ha nem tanultunk egy meldaganatból, akkor jön a következő, és jön a következő. Ha nem tanultunk meg azt, hogy az aggódással semmit sem oldunk meg, vagy éppenséggel a veszekedéssel, vagy az elválasztási konfliktusokkal, akkor ezek a programok hatni fognak a mellünkre, tessenek megnézni a mellbiológiai programjairól szóló két előadást. A függő gyógyulás lesz az, ami megszomorítja, megkeseríti az életünket, hiszen láthatjuk, hogy nem tud a program kifutni, azok a rövid kék szakaszok, azok újabb és újabb sínek, amik túl gyakran jönnek. És akkor azt jelenti, hogy a fájdalom szinte állandósul az életünkben. Ezek lesznek a krónikus ízületi fájdalmak és egyebek. Az ötödik természettörvényt viszont bárki felfedezheti, aki hajlandó a természetet megfigyelni. Hiszen ha kinézünk a természetbe, akkor azt látjuk, hogy minden, ami él, az élni akar. Vagyis minden biológiai élőlény, legyen az növény, állat vagy ember, biológiai szinten a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd mindvégig. És pont ebben éli meg a legnagyobb konfliktust, ezért beszélünk biológiai konfliktusokról. Ez a félelem lesz az agyunkkal lefordítva valamire, és mindenkinek a saját megélése fogja eldönteni, hogy milyen programot fog elindítani. Most Hammer doktor a Tübingeni Egyetemen végzett, odaadta be
a disszertációját odaadta be, hogy vizsgálják felül, olvassák el, bizonyítsák be, hogy nincs igaza. Bírósági döntés született arra, hogy a Tübingeni Egyetemnek meg kell csinálni a verifikációját ennek a beadványnak. Mai napig nem történt meg. Vajon miért? Viszont a Pozsony melletti Nagyszombati Egyetem megtette ezt, és kénytelen volt elismerni, hogy Hammer doktornak igaza van. A Hammer doktor élete és munkásságáról szóló előadásban erről részletesen olvashatunk, hallhatunk. Elérkeztünk tehát az agykirurgi metszethez, és itt láttunk bekerítve pirossal két mezőt, az egyes és a kettes mezőt, az a homloklebeny. Láthatjuk, hogy van férfias és nőies birtokzóna, de a homloklebenynél ez még nem jellemző. Az egyes és kettes mezőben nincs férfias meg nőies, csak a hármastól egészen a 11-esig és a 4-estől a 12-es mező. Ezek lesznek a birtokzónák, és ezekre jellemző, hogy férfias és nőies birtokzóna. Nos, a jövőből érkező félelem teljesen normális, hogy a homloklebenybe fog becsapódni. Ebből következik, hogy a múltból érkező félelem, az viszont hátra a nyakszirt lebenybe fog becsapódni, az viszont a látóközpont. Ott van a retina, és ott van az üvegtestrelé középen 15-16-ossal. Tehát, ha egyszerre élem meg ezt a két félelmet, mondjuk valami történt a múltban, és mindig az a következtetésem, hogy már félek attól, hogy ez ismét megtörténik a jövőbe, ez a tökéletes recept arra, hölgyeim és uraim, hogy migrénes fejfájást tudjunk magunknak elindítani. De, ha már leállítom a jövőtől való félelmet, akkor ez a migrénes fejfájás is leáll. Mert a migrénhez mind a kettőre szükség van. A jövőből érkező félelem, az kétféleképpen is megélhetjük, és itt, amikor erről beszélünk, szervi szinten olyan embriológiai maradványok fognak szervi szinten reagálni, amelyekről, hát hogy mondjam, tanultunk, de hát azt gondoljuk, hogy ennek már semmi, de semmi köze nincs a jelenlegi életünkhöz. Valahogy úgy képzeljük el, amikor tönkre megy egy vízvezeték, és beteszünk egy új vezetéket a falba, de hát már a régi vezetéket nem kaparjuk onnan ki. És ezek az embrionális csövecskék lesznek azok, amelyek majd a jövőből érkező félelemre szervi szinten reagálnak. Hammer doktor tökéletesen utána járt a dolgoknak, annak is, hogy az agytörzs szintjén hol vannak ezek a bizonyos relék, hogy a kisagy szintén, hogy a fehérállomány és hogy az agykéreg szintén hol vannak ezek a relék, ezek a Hammeri gócok, ahova ezek a különböző félelmek becsapódnak. És itt grafikusan ábrázol Hammer doktor számunkra egy őslényt, egy tengeri lényt, amit úgy hívunk, hogy tengeri anemóna, vagy mondhatnánk magyarul, hogy tengeri rózsa. Amint látjuk ennek a tengeri rózsának a baloldali képen, középen van az ős száj nyílása. Ezen a szájnyíláson a jobb oldalt bejut a táplálék, és bal oldalt ezen a nyíláson távozik a maradék. Tehát ugyanazon a nyíláson fogunk enni is, és üríteni is. És azért, bocsánat, de elmondom, amit minden tanfolyamon elmondunk, ezt mindenki meg fogja jegyezni, mert magyarul van erre egy tökéletes kifejezés. Úgy mondanánk, hogy seggfej. Hát nem, hát de. Szóval, ugyanazon a nyíláson táplálkozok és üritek. Na, ennek a ősszáj nyílásnak azért vannak specifikumai. A jobb oldalon, ennek az ősszájnak, a nyílásnak a jobb oldalán lesz a pajzsmirigynek az a kivezető csöve, ami az itt ürülő tiroxin hatására segíti a szerveket, hogy elkapjuk a falatot. A baloldali csövén ugyanennek a pajzsmirigynek, az ekkor létező pajzsmirigynek, a tiroxin azt fogja segíteni, hogy megszabaduljunk a kakitól. Amikor felszabadul, felszakad ez a gyűrűforma, látjuk a jobb oldali képen, akkor viszont kialakul a végbélnyílás az embernél és a szájüreg. Itt is a jobb oldalt bemegy a kaja, a szájüregen, bal oldalon neki megy a kaka, de természetesen ennek az iránya, ez most már így teljesen normális és természetes. Csak hogy
Ha megnézzük, hogy mi a következménye a gyűrű forma felszakadásának, akkor látni fogjuk, hogy a pajzsmirigy innentől kezdve belső elválasztású mirigyé alakult. És már nincs két kivezető csöve, mert belső elválasztású mirigyből a véráram az, ami ki fogja vinni a hormonokat minden sejthez. De ez a két kivezető cső megmaradt, és ebből alakul ki a gólyva, vagyis az, amit hideg göböknek nevez a medicina, ez többnyire a pajzsmirigy előtt helyezkedik el, és kapaszkodjanak meg, ebből lesz a végbélsipoly, mert ugye, ami bal oldalt volt kivezető cső, hát az leköltözött a végbélnyilással együtt oda. Ebből lesz az a fisztula, vagyis sipoly, amit végbélsipolynak nevezünk. Nos, a többi rész, mármint a bélkivezető rész egészének a beidegzését átveszi a gerincvelő, és kültakaróhán fogja borítani. Ezért van az, hogy a hüvelyben, a ményakban sejtszintű sorvadás és érzéketlenség lesz konfliktus aktív szakaszban, és megoldásban jönnek a fájdalmak, vagy éppen a hüvelyviszketés. Ugyanez lesz a hólyagban és a húgyutakban is, a területjelölési konfliktus következtében szervi szinten. Az ősszáj tehát átalakult szájjá, ebből van a szájunk, ebből van a garat, a nyelőcső, és itt viszont a kültakaróból származó sejtrétegekből jut még mélyebbre is, a gyomor kisgörbületére, a patkóbélnek a kezdeti szakaszába. Ez fogja bélelni az epe és hasnyálmirigy kivezető csöveit, és ez csak azért lényeges, hogy megértsük, hogy miért van az, hogy konfliktus aktív fázisban jön létre mondjuk a gyomorfekély. Nem a gyomorsav okozza a gyomorfekélyt, semmi köze a kettőnek egymáshoz. Itt a bosszankodás az, ami megpróbálja tágítani a gyomromat, hogy meg tudjam emészteni azt a bosszúságot, amit hát biológiailag így fogok föl. Nem folytatom a történetet, mert erről külön-külön webkonferencia anyagok beszélnek. A következő képen tehát láthatjuk, hogyha a jobboldali pajzsmirigy kivezető csövet, hát hogy is mondjam, aktiválom, akkor ebből lesz a gólyva. A DHS, vagyis az a váratlan esemény, ez egy tehetetlenségi konfliktus. Abban ez az érzésünk, hogy hát megvan kötve kezem, lábam, nem tudom, hogy mit tegyek, nem tudom, mit tegyek, hogy a bekövetkezendő veszély elháruljon. Nincs senki, aki segítene. Volt egy anyuka, aki ezt élte meg akkor, amikor megszületett a gyereke, és kiderült, hogy a szeme nincs rendesen kifejlődve. És nem tudta, mit tegyen, ugye a kezében ott a gyermek, és Szegedről küldték Budapestre, Budapestről küldték Szegedre. Az egyik azt mondta, hogy műteni kell, a másik azt mondta, hogy nem kell műteni. És megélte a tehetetlenségi konfliktust, és csinált magának hideg göböt, nyilván a pajzsmirigy elé. Ilyenkor megtörténik ennek a jobboldali kivezető csatornának a tágulása, ugye, a gyűrűforma esetén ez segítette, hogy több tiroxin üdüljön, hogy segítsen a falat megszerzésében. Ez az ősszájnyálka hártya program szerint konfliktus aktív szakaszban jár fájdalommal. A megoldási szakaszban ugye jönnek azok az úgynevezett pajzsmirigy ciszták, amelyek retroszternálisek, vagyis a mellcsont mögöttiek, vagy bent egészen a gátorüregben fognak létrejönni, és mivel a pajzsmirigy működése nem érintett, ezért azt mondják, hogy eutireoid stróma, vagy jó indulatú gólyva, vagy hideg göb lesz belőle. A tehetetlenség érzése egy nagyon veszélyes állapot, mert arra kényszerít, vagy arra késztet bennünket, hogy aki tehetetlen, azt úgy érzi, hogy tehetetlenségre van kárhoztatva, erre van ítélve, kénytelen tehetetlenül nézni valamit, például egy idős embert, hogyha etetnie kell a családnak, akkor tehetetlenül nézem, kezem, lábam meg van kötve, nem tudok vele mit csinálni, és ennek így nem lesz jó vége. Vagy gondolok azokra az esetekre, amikor nem az inkompetencián valamit megoldani, vagy nem is engedik a segítségemet ebbe a történetbe megnyilvánulni, mert köszönik szépen, nem kérik a segítségemet, sőt, még
egyes esetekben ez elő tud jönni szűkebb és tágabb környezetünk résztvevői részéről, hogy nem kérnek a segítségünkből, és tehetetlenül végignézzük, hogy mi történik. És az, aki segíteni tudna, az nem lehet. Tehát az nem tud, vagy aki, gondolok én azokra a helyzetekre, például, ahol idős gondozás van, hogy nincs senki, aki segítene, tehetetlen vagyok ebben a témában, mert nincs jó döntés ilyenkor. Tehát tehetetlennek érezhetjük magunkat, például a gyerekünk állapotával kapcsolatban is, hiszen nem tudok mit tenni ebben a helyzetben, kezem lábam meg van kötve. Ugye most az óvoda iskola kezdés az megint egy ilyen történés. Gondoljunk csak az iskolákban, óvodákban megjelent szigorításokra, hogy tehetetlen vagyok ebben a témában, hát nem maradható tud a gyerek egyedül, nincs, aki segítsen, a főnököm már ijeszget azzal, hogy ennek így nem lesz jó vége. Nem lesz jó vége, és hát nincs senki, aki segítene, mert hát a nagyszülők mondjuk messze vannak. Hány esetben érezzük magunkat tehetetlennek? De mi lenne ennek a tehetetlenség érzésének a legegyszerűbb megoldása? Én azt hiszem, hogy ebben kellene gondolkodni, hogy akkor szokott fellépni a tehetetlenség érzése, amikor megoldanánk ezt a problémát, csak a hogyanokat nem tudjuk. Amikor nagyon sok hiába való kísérletet tettünk a helyzet megoldására, és semmi nem vezetett a célba. Hiába gondoljuk végig újra és újra, hogy mit lehetne tenni, szinte zsákutcába futunk. Akkor el kellene azon gondolkodni, hogy valójában a tehetetlenségemet mi okozza, maga a probléma, vagy az a rengeteg csalódás, amit megéltem a probléma racionális megoldásában. Mert valójában attól, hogy én félek attól a helyzettől, hogy ez bekövetkezik, és úgy érzem, hogy kezem, lábam meg van kötve, attól az még teljesülni tud, vagy teljesülhet, vagy esetleg pont nem válik be. Ez pont olyan kétesélyű dolog, hogy tudom, hogy ez blőd módon hangzik, de 50-50% esély van arra, hogy vagy úgy lesz, ahogy én gondolom, vagy nem. És azt hiszem, hogy ez a félelem a valamitől, amit nem tudok megoldani, és nem tudok tenni ellene semmit, hogy ez ne következzen be, itt nagyon érdekes lenne disztingválni. Disztingválni azt, hogy mi az, amire van hatásom, és mire nincs. És nagyon-nagyon elgondolkodnék én azon is, hogy tudok-e különbséget tenni a kettő között, hogy meg tudom-e változtatni a helyzetet azáltal, hogy én be akarok avatkozni valamibe, vagy nem. És nagyon érdekes az, hogy ha nem a válaszom, és nem tudok erre kiutat, és nincs ott senki, akkor eljön ez a pillanat az életemben, amikor azt mondom, hogy rendben van, akkor lesz, ahogy lesz, elfogadom. Hát itt van az elfogadás. Amikor végre valamit el tudok fogadni, akkor lezártam a konfliktus. De menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mi lesz, ha a jobb oldali cső helyett a baloldali pajzsmirigy kivezető csőből indítok el egy programot. Erről még úgy különösebben nem beszéltem, de betettem az előadásba, mert ha beszéltem a jobb oldali kivezető csőről, nézzük meg, hogy mi lesz a baloldali kivezető csővel. Mint mondtam, ez a végbél nyílás mellett található, és mindig baloldalon. És nyilvánvaló, hogy a gyűrű formában abban segített az ebből a csőből érkező hormon, hogy megszabaduljak a kakitól. És amikor én azt élem meg most már kialakult biológiai emberként, hogy már nagyon szeretnék megszabadulni ettől a kakitól, teljesen tehetetlen vagyok, autószerelőként megint behoztak ide egy tragacsot, amit csámcsog a rozsda. És már egy autószerelőnek, ha bevisznek egy zsigulit, vagy egy régi autót, hát akkor mit fog érezni? Hogy szeretne ettől megszabadulni. De az a baj, hogy mindig ezt érzi. És újra előjön az a bizonyos sipoly, az a nedvezősebb, ami a végbél nyílás bal oldalán található. Mert konfliktus aktív szakaszban ez a kivezető cső kitágul a fekélyesedés következtében,
A megoldási szakaszban viszont megtelik nedvel, és elkezd nedvezni érzékeny, és gyakorlatilag képtelenség műtétileg megoldani. Egy autószerelőnél voltunk éppen, akinek ez volt a programja, biztos ezért kellett nála megálljunk akkor, emlékszel, még a Székesfehérváron történt, és már 14 műtéten volt túl, és azt mondták neki, hogy hát akkor marad az, hogy kivarjuk a vastagbelét a hasára, aztán innentől zacskóba fog kakülni. És mondtam neki, hogy jó lenne, ha ezeket a régi autókat nem ilyen jelzővel illetné, illetve megbeszélni a kliensekkel, hogy bocsánat, de eljön az az idő, amikor egy autónak már a roncstelepen van a helye. Ebből már nem tudunk újat varázsolni. Tehát ha nem konfliktusként éljük meg ezt az egészet, akkor nem lesz belőle végbesipoly. Ez is egy tehetetlenségi konfliktus, amiben az az érzésem, hogy szeretnék megszabadulni ettől a, mondjam úgy, hogy kellemetlen helyzettől. Na de vannak nekünk, hiszik, nem hiszik, vannak kopoltyú íveink. Húha, ezek szerint valamikor halacskák is voltunk, és itt látjuk azokat az embrionális rajzokat, amelyekben látható, hogy vannak nekünk kopoltyú barázdáink. A kopoltyú ívek között vannak bemélyedések, ezek a kopoltyú barázdák, vagy zsigerbarázdák. Ezeknek semmi, de semmi közük nincsen a nyirokrendszerhez. Ugye? És ezek a nyak külső felszíne alatt oldalt kezdődnek, és így előre jönnek a garat felé, vakon végződnek, de egészen lenyúlhatnak a gátor üregbe is. Na most hivatalosan az akadémikus medicina azt mondta, hogy a daganatossá vált nyiroksejtek nem tartották meg a nyirokcsomó szövettani szerkezetét. Hát nem megmagyarázták. Csodálatosan megmagyarázták. Valójában itt a kopoltyú hasadékokról van szó, amelyeknek a feltöltődése fogja okozni azt a nyaki tünetet, amit már non-Hodgkin limfómának nevezünk. Itt láthatunk két képet erről, tehát a DHS itt is jövőből való félelem, de valahogy másképpen éljük meg, mert azt érzem, hogy valami kivéthetetlen dolog érkezik a jövőből, és nem tudok kilépni előle. Mondjuk, ez egy olyan dolog, hogy beragadt a cipőm a sinek közé, és jön a vonat. Természetesen, mikor élünk meg leggyakrabban ilyen félelmet? Hát a ráktól való félelem. Az egész család, mindenki rákban halt meg, és már félek attól, hogy én is rákban fogok meghalni. De van egy nagyon-nagyon emlékezetes történetem, mondjam, hát nyilván az első non-Hodgkin limfóma felfedezése a betegnél. Az úgy történt, hogy a beteg azt hitte, hogy neki tüdőrákja van. Mert hát a pulmonológus azt mondta, hogy ott középen van neki egy úgynevezett centrális elhelyezkedésű, tehát egy középső elhelyezkedésű daganata. Ugyan csináltak bronkoszkópiát, vettek szövettani mintát, ami negatív volt, de hát ugye itt a diagnózis a röntgenkép alapján történt. A betegnek az volt a problémája, hogy már alig kapott levegőt, tényleg, mert most képzeljünk el egy fél literes üveget, ha én a nyakamtól azt ledugom egészen a szívem felé. Hát azért az ott egy eléggé kellemetlen történet, és ennek következtében a beteg tényleg nehezen kapott levegőt, és rákérdeztem, hogy mi volt az a félelem, amit ő megoldott, mivel foglalkozott az utóbbi fél évben, egy évben, mi az, amin állandóan zakatolt az agya, és kiderült, hogy ez a felvidéki úriember a Szovjetunióban dolgozott annak idején, nem tudom, x évet, most éppen nyugdíjba menne, de nem kapja meg a Szovjetunióból a papírokat, és mi az, ami kivéthetetlenül közeledik? A határidő, amikor le kell adja a papírjait. Nos, megtörtént a papírok leadása, és utána történt meg ez a nagyfokú nyaki duzzanat. Én annyit mondtam neki, hogy drága uram, ön most éppen gyógyul. Ha nyugodtan veszi a levegőt, kimérten, nem feszülten, nem idegesen, hanem lassan beszippantom, amit tudom, lassan kifújom, nem kapkodok, nem pörgetem fel a légzésnek a frekvenciáját, hanem nyugodtan szuszogok. Meg fogja látni, hogy 100%-ban minden elmúlik minden gyógyszer nélkül. És ez így is történt, egy másik előadás, ami már Párkányban történt, ez az úriember ott ült és köszönte szépen, hogy meggyógyult. Nem én gyógyítottam meg, én csak megnyugtattam, hogy semmi
semmi halálos, vagy gyógyíthatatlan, vagy ismeretlen betegsége nincsen. Ő éppen gyógyulási szakaszban van, és felfogta, hogy kapcsolat van a története és a gyógyulása között, és innentől ez az illető meggyógyult. Természetesen, ha nagyon magányosan élem meg, hogy engem senki nem ért meg, hogy ja Istenem, mi lesz velem, ez ugye létkonfliktus, a létezés feltételeinek hiányából adódó konfliktus, nem lesz nyugdíj, amiből fogok megélni. Ez még több vizet gyűjt be oda, ahova nem kéne. De hát ezt kellene megértenünk, hogy ez a jövőre kivetített félelem ebben az esetben is látszott, hogy ez egy teljesen felesleges dolog volt, és majdnem megölte az illetőt. Ha valamilyen kivéthetetlen félelem érkezik a jövőből, itt a példák különbözőségéért hozok fel egy harmadik féle megélést. Ugye az előbb már megpendítettem azt a témát, hogy iskolakezdés, elindult az iskola, elindultak az iskolák, elindult az egyetem, és már túl vagyunk pár zéhány, pár ilyen olyan felmérésen, és nagyon gyakori az, hogy az egyetemisták megélik ezt a kivéthetetlen félelmet, ami a jövőből érkezik, ugyanis nem sokára a nagyvizsgák következnek, és már szinte egy jó hónap eltelt az egyetemből, nyilván megismerkedtek minden tanárral, mindenki megijeszti a gólyákat, hogy aztán itt írgum meg burgum lesz, és nagyon sok esetben most ugye vannak iskolák, egyetemek, akik online is tanítanak meg személyesen is, és emlékszem azokra az állapotokra, amikor megkaptuk a könyvészetet, fel volt sorolva több száz oldalas jó, könyv. Mikor fogom ezt megtanulni? Igen, és kivéthetetlen félelem az, hogy el kell menni vizsgázni. És közeledik a vizsga. Közeledik a vizsgaidőszak. Igen. És nagyon érdekes ez a helyzet, most akkor nagyon csúnya szót fogok használni, ezt úgy hívják, hogy kapunyítási válság, ugye mi a kapuzárási pánikot ismerjük a köztudatban. De van kapunyítási is. Hogyne lenne, és erről szeretnék egy kicsit beszélni, mert nagyon sok diáknak, anyukának lehet ez támpont és segítség. A kapunyítási válság, mint egy új jelenség, vagy új fogalom, zömében a felnőtt kor küszöbében a 20 éves társadalmat érinti, amikor megkérdőjelezi önmagát abban a döntésben, hogy vajon jó egyetemre jelentkeztem-e? Mi leszek én? Tényleg az akarok lenni, ami szeretnék? Illetve hogy fogom ezt megcsinálni? Hogy fogom? Igen, itt jön be az önmegkérdőjelezés. Ez egy nagyon érdekes dolog, főleg akkor szakad ez ránk, amikor ugye egy nagyobb mértékű szabadságban van részünk, és nincs korlátozva az életünk, a hétköznapok, tehát anyu nem mondja meg, hogy 10-kor már illik lefeküdni, hanem mit tudom én, 2-3-ig még facebookozok, meg csetezgetek a egyetemistaként a haverokkal, vagy esetleg szórakozó helyeken próbálom a barátságokat megkötni, viszont jön a következő ZH, jön a következő vizsgaidőszak, és erre hogyan fogok felkészülni. Ugye ez az állapot, ez a kapunyítási válság, ez több fázisban zajlik, több lépcsőben tud végbe menni. Az első szakasz az elégedetlenség és a bezártság érzése, hogy nem vagyok eléggé gyors, jön a vizsga, megteszek mindent, de nem biztos, hogy jó helyen vagyok, nem biztos, hogy meg fogok felelni, ugye azoknál a fiataloknál, akik most kezdik az életet a szülők nélkül, távol, ott még van egy ilyen félelem, hogy ne csak mindig a nyugdíjról beszéljünk, hanem a fiatalokról is. Kivéthetetlenül érkezik a pillanat, amikor el kell számolnom a tudásommal. És ugye itt az átszokás az iskolából, a felnőtt oktatásra, az egyetemre, ahol nem mondják meg, mit kell tanulni, nem mondják meg, hogy mi az anyag, igazából nincs lediktálva, hogy azt is szeretnénk hallani,
hát azért valljuk be, hogy az egyetemnek az az egyik legnagyobb előnye az első egy-két hónapban, hogy nincs házi feladat, nem kell tanulni, nincs feleltetés, igen, nem csak ez az anyag összegyűl. És jön a szeszió. És jön a vizsga időszak, amikor tenyerünk, talpunk izzad a feszültségtől, és igen, igazi konfliktusaktív szakaszfázisokat produkál a stresszfázis bennünk. De itt van még az az érzés is, hogy nem feltétlenül szeretnénk, vagy nem tudunk változtatni ezen az elégedetlenségen önmagunkban, ami lehet akár egy párkapcsolat, a szülőkhöz való viszony, a barátságok elvesztése, kivéthetetlenül elérkezik az a pillanat, amikor a barátaim már nem fognak meghívni, már nem tartozom sehová, már nem vagyok az otthoni közösségem szerves alkotó eleme, igen, én már eljöttem, itt még nincsenek barátaim, egy adott pillanatban úgy érzem, hogy egyedül maradok, meg senkit nem érdekel az én belső megélésem. Gyakran érezzik azt is ilyenkor az emberek, hogy sodródnak az ára, csak úgy haladnak, csak úgy viszi őket a feladat, és nagyon sokszor egy picit bele is fásulnak az emberek a hétköznapok körforgásába, elveszítik a lelkesedésüket és az elhivatottságokat. És akkor van az, hogy kivéthetetlenül érkezik az a pillanat, amikor el kell számolnom a tudásommal, de csak ülök a könyv előtt és bámulom a betűket, de valahogy nem jön, hogy elolvassam. Amikor ez a történet a második szakaszába ér, akkor megjelenik a változtatás iránti vágy, hogy valamit változni kéne, változtatni kéne. Ez jellemzően picit felfokozza ezt az érzést, hogy akkor már sürgősen kéne tenni valamit. Tehát itt megint visszatérnék az előző fóliát tartalmára, mert nem egy síkon gondolkodásunk. Nagyon sokszor szerteágazóan asszociálunk dolgokra, és ha még azt is megélem, hogy például rossz úton járok itt, ahol vagyok, akkor ez már a harmadik történet, de bele lehetne hozni az összes értelmes biológiai külön programot. A megoldás nem feltétlenül azt jelenti, hogy felrúgjuk a jelenlegi vagy a szorongást keltő állapotot, hiszen nagyon sokszor nem is tudjuk megtenni. Itt a legjobb az, ha megerősítjük az addigi döntéseinket. Vagyis azt mondjuk, hogy oké, hát lesz, ami lesz, hát most igen, kivéthetetlenül elérkezik az az időpont, amikor lesznek vizsgák, de hát valahogy levizsgázom, valahogy ezen túl leszek, és amikor ezen túl vagyok, még mindig el tudom dönteni, hogy akarom ezt csinálni, vagy sem. Hát azért egy egyetemi vizsga alatt azért nem szokták az emberek nyakát szegni. Nagyon lényeges dolgot mondtál. Utána még mindig eldönthetem, hogy akarom ezt csinálni, vagy nem akarom csinálni. Abszolút, de addig, ameddig kivéthetetlenül érkezik a jövőből valami veszély, és én mindig kihátrálok, akkor megtanítom magam a gyávaságra, ami miatt aztán önleértékelem magam, az egy újabb program. Igen. Szeretnék erre egy kicsivel nagyobb figyelmet hozni, mert ugyan azt mondjuk, hogy nem félünk a jövőtől, meg a életünket magunk irányítjuk, igen, itt a puding próbája. Ez pont arra jött. És amikor ez a történet átmegy a harmadik szakaszba, már amikor a változtatás szándéka megjelenik, hogy oké, hát most tudatosítom, hogy egyszer valahogy ezen túljutok, igaz, hogy most nagyon félek tőle, de hát valahogy csak lesz, és nagyon fontos az, hogy a döntést nem kell azonnal meghozni. Hát ráérek arra még két hónap múlva is, vagy ráérek meghozni a döntést, hogy iskolát váltok, akkor is, ha mondjuk már minden tantárgobukásra állok. De még akkor is bőségesen elég a döntést meghozni, de amikor megnyugszom abban, hogy a döntés még mindig nálam van, akkor megszűnik a tehetetlenség érzésem. És itt van a legfontosabb kulcs pontja ennek a történetnek. Elnézést, hogy itt ennyire elidőzök, de ez az eddig elmondottakhoz is még szervesen kapcsolódik, amikor eljutok a tudatos és konkrét cselekvés szakaszába. Ez ugyan a legbizonytalanabb, hiszen gyakorlatilag a két élet, a két állapot között lebegek, a régiből még nem léptem ki, az újba meg még nem érkeztem, meg mert félek. De ez a félelem, ez egy idő után, amikor visszaveszem magamhoz az irányítást, hogy ráérek meghozni a sorsfordító döntéseimet később. Igen. Akkor átcsap egyfajta nyugalomba, felszabadultságba, hiszen volt elég bátorságunk változtatni, és talán akkor veszük észre, hogy mégiscsak jó úton haladunk. Így van.
Fontos lenne tehát, hogy mindig, amikor ilyen jövőtől való félelmem van, amikor az élet ilyen úgynevezett akadályokat gördít elém, akkor jussunk el az életkrízist lezáró szakaszba, amikor az én újraépítéséről beszélünk. Amikor végig gondolom, hogy mi mentem keresztül, hogy ezt nyugtázzam is, és ne csak azt érezzem, hogy rohanok egy aknaföldön, és hát éppenséggel nem alattam robbant fel az aknamező, hanem meg is nyugodjak, hogy igen, ezt meg tudtam csinálni, hogy álljak meg, veregessem meg a vállam. Én szoktam ilyen, mivel a kitüntetés, a jóváhagyás, az elismerés vágya, az egy nagyon, nagyon mélyről belinkódolt valami, ami igazából csak az egónkat hízlalja, és mindez egy illúzió, ezért én úgy szoktam kitüntetni magam ilyenkor, mert azért vágyom én is ezekre, hogy a jobb kezem hüvelyek mutató és középsúlyát egy ilyen virtuális kör formába alakítom, mintha fognék egy korongot, ráfújok, ez a kitüntetés, és akkor magamra akasztom. Fontos lenne újraépíteni az önmagunkról kialakított képet. Azt, hogy bármi is lesz a jövőben, tudom, hogy az adott pillanatban a legjobb döntést fogom meghozni. Igen. A legjobb döntés pedig soha nem a fehér állományból, az koponyából származik. A legjobb döntés mindig az, amikor átadom a lelkemnek az irányítást. Nagyon szépen összefoglaltad, Réka. És itt jön az, hogy az identitást tudatom, hogy kivel azonosítom magamat, azzal a biológiai lényel, akinek a fő programja mindig a félelem, és erre próbál valamilyen megoldást találni, vagy pedig tudom, hogy a lelkem mindig a legjobb irányba visz. Én hát a diákokról van szó, most eszembe jutott, nagyon sok, hát több mint 50 vizsgánk volt 6 év alatt, de volt egy vizsga, amire úgy mentem át, hogy 2 leckét tudtam. Jó, ezt úgy hívták, hogy tudományos szocializmus. Szerintem ezt megbocsátják a kedves hallgatók is. És azt mondtam, hogy ha már 2 leckét elolvastam, akkor esélyem van arra, hogy átmenjek, nem? És pont azt a 2 ételt húztam ki. Tehát adjuk meg az esélyét annak, hogy kihúzok valami olyat, amit megtanultam, és onnantól kezdve már megnyugodhatok, hogy azért igaz, hogy nem tudok mindent, de valamit mégiscsak tudok. Mert tőlem sokkal jobban idegeskedett az a diáktársam, aki csak 2 leckét nem tudott, és attól fél, hogy csak azt a 2 ételt ki ne húzana, ő meg pont azt húzta ki. Szóval jó lenne látni azt, hogy a félelmeinkkel megteremtjük azt, amitől félünk, a vágyainkkal viszont képesek vagyunk megteremteni azt, amire vágyunk. De akkor nézzük meg, hogy miért félünk mi a jövőtől. Általában azért, mert a döntést a sorsunkról meg kell hozni, és az életünkről való döntéseket nagyon gyakran a felelősség elhárítása miatt szeretnénk valaki másnak a kezébe helyezni. Hogy én legyek a hibás, ha mégsem jön össze. Egyértelmű. Arra vagyunk kondicionálva, és szándékosan használom ezt a szót, mert valójában kondicionálnak arra, hogy mások jóváhagyásától tegyük függővé a saját önértékelésünket. Ajaj. Gondoljunk csak azokra, és most nagyon-nagyon sok embernek lehet, hogy bántani fogja a fülét, előre megkövettek minden kedves pedagógust, de a rendszer úgy van kitalálva, hogy a tanítónéni mondja meg, hogy mi mennyire vagyunk jók matekból. Ja, igen. Na, a gyerek ezt nem így érti, hogy mennyire jó matekból, az utolsó szó az így lemarad, hogy mennyire vagyok jó. Uh-huh. És ha valaki rábólint, hogy igen, jól mondod, helyes, jól csinálod, akkor, és van egy konkrét kiszámítható tól-tőlig határ, hogy az első leckétől a 10. kellett a vizsgára megfelelni, és azt megtanulni, az gondolkodás nélkül megteszem, és jó vagyok. Így van. Igen, ám csak, hogy az iskolapadból nem sok idő múlva kikerülünk, de az életünket mindig szeretnénk ilyen meghatározó személyiségek tükrében vagy függvényében élni. És persze sokan azt mondják, hogy szereti a fene, de azért gondoljunk csak bele, hány olyan dolgot teszünk meg,
amit mások helyeselnek, bár mi nem vágyunk erre igazából. Azokról a feladatokról beszélek, azokról a tekintély személyekről, amelyek valahogy körüllenik az életünket. Nagyon sok embernek kell egy ilyen tanácsadói bizottság a körébe, akik mindenben döntenek, helyeselnek, vagy elutasítanak, és ő a saját döntését eszerint hozza meg. Nagyon sok ilyen embert láttam, aki, meg látok, aki folyamatosan mindenkinek meg akar felelni, folyamatosan mindenkinek igazat ad, igen, úgy van, ha veled beszél, akkor azzalnak van igaza, ha a másikkal beszél, akkor a másiknak. Nagyon sokszor akár anyagi helyzetünknél fogva, és kiválasztunk egy tekintélyszemét, hogy na, akkor az majd elmondja, hogy ezek a befektetési tanácsadók és társaik, akik majd megmondják, hogy a saját életünk gyümölcsét, vagy munkánk gyümölcsét milyen irányba vigyük. Igen. A döntést a sorsunkról azért jó lenne, ha mégiscsak megtartanánk magunknál, és racionális észérveken végig gondolva megfigyelnénk, hogy kinek a döntése, kinek a helyben hagyása, a helyeslése fogja a mi életünket, vagy akár az egészségünket is irányítani. Mit fog mondani a család, a falu, a szomszédok? Ha én nem azt választom, amit mindenki mond. Így van. És ennek a következménye, vagy az egyik másik arca az, hogy elhisszük azt, hogy tehetetlenek vagyunk, külső segítség nélkül képtelenek vagyunk életben maradni, feladatainkat ellátni, meggyógyulni. Nekem kell valaki, aki folyamatosan itt van és segít, mert egyedül képtelen vagyok ellátni a családomat. De a külső segítség az... lehet fizikai jelenlét, hogy tényleg ott van és arrébb tesz valamit, lehet csak annak a lehetősége, hogyha megszorulok, akkor majd ő kihúz, és nézzük csak meg, hogy hány ilyen eldugolt névjegykártyát őrzünk a nagy emberektől, hogy ha majd egyszer szükségem lesz, mit akkor tudom én, golftanárra, vagy teniszoktatóra, akkor legyen. Most ezek nyilván extrém példák, de mindannyian ezért szeretjük bebiztosítani magunkat, hogy nehogy tehetetlenek legyünk enélkül a segítség nélkül. És itt jön a tehetetlenségi konfliktus. Igen, a másik alapvető dolog, hogy, és most picit ugranék a fólián, látottak, sorrendjén változtatnék, mert ugyanezekkel a kondicionálásokkal, tanításokkal megteremtettük magunkban azt a kettősséget, hogy valaki kívülről jutalmaz minket, vagy büntet minket. Itt érdekes a hozzáállásunk, és akkor nem csak a büntető-jutalmazó viszonyban szülők-pedagógusok témakörben kell gondolkodni, hanem gondolkodjunk nagyban. Nézzük meg a saját istenképünk milyen például. Hát igen. Hogy ha az én istenképem egy kívülről büntető és jutalmazó Isten, akivel való kapcsolatom az nagyon instabil és nagyon bizonytalan, akinek a kénye kedvének vagyok kiszolgáltatva, ugye rengeteg ilyet olvastam az Ószövetségben, hogy megbüntette, stb. Próbára tette, stb. Nem akarok most ilyen mélységekbe belemenni, de vajon az, amit jelen pillanatban élek, az az élet, ami az igazi nagybetűs, vagy magamra úgy gondolok, mint egy biológiai lényre, vagy a bőrbucimmal azonosítom magam, én a testet hívom bőrbucinak, hogyha van új hallgató, akkor tudja, és mert elhisszük azt, hogy csupán porból vagyunk, és azzá leszünk itt, fontos lenne tudni, hogy ez csak a biológiai testre, a borításra, csomagolásra hát ez csak vonatkozik. Szó, mert tényleg a biológiai testünk az a földanyagából van, és azzá fog visszalakulni, ez természetes. Igen. De mi nem csak a biológiai test vagyunk összességében, hanem annál több. Mi képesek vagyunk félelem nélkül is élni. A félelem az egy biológiai program, vegyük észre. A bevezetőben azt mondtam, hogy igazából egyetlen egy határ létezik. Igen. Bennünk. Így van. Az a határ, ami elválaszt önmagunkat az igazi lényünktől. Így van. Ezt úgy is hívhatjuk, hogy félelem, úgy is hívhatjuk, hogy halál.
A félelem onnan jön, hogy megpróbálunk a jövőbe látni, hiszen ha tudom, hogy mire számíthatok, akkor már nem félek. Viszont a jövőbe látásnak a képességével nem rendelkezünk. Pont ez a bizonytalanság, ez a feszültség jelenik meg a félelemnél. Ha állandóan a jövő miatt aggódom, akkor soha nem élvezem a jelent, sőt, megmerem azt az éles megfogalmazást is kockáztatni, hogy igazából soha nem élek, mindig csak félek. Félek. Így van. A legtöbb félelmünk zömében a jövőhöz kötődik, vagyis nem kapcsolódik a jelen realitásához. Ilyenkor mindig megkérdezem, hogy miért pazarlunk értékes perceket a jelenből valamire, ami nem is biztos, hogy bekövetkezik. Miért kötünk ehhez a fikcióhoz, illúzióhoz érzéseket? Ez zömében azért van, mert nem a jelenben élünk. Elfelejtünk jelen lenni a saját életünkben. Ez az. Vagy csak a múlton rágódunk, vagy a jövőtől szorongunk, vagy a kettő kombinálva felváltva. A félelem kezelésének az egyik legfontosabb kulcsa, hogy visszatudjuk-e magunkat hozni a jelenbe. Ugye a múlton és a jövőn való rágódás vagy félelem, ez leláncolja az emberi pszichét, és csak akkor lehetünk szabadok, hogyha kapcsolatot teremtünk az élettel, a nagybetűs élettel, az itt és mostal. A jövőtől való félelem az egyik legerősebb méreg, az egyik legmagasabb fal, ami a saját utunkat állja. Miközben olyas valamitől félek, ami még nincs, és a sors fintora az, hogy lehet, hogy soha nem is lesz. Igen. A félelmet viszont érezni kell ahhoz, hogy meg tud mondani, milyen az, amikor eltűnik az életedből. Ez egy nagyon fontos mérföldköve az életünknek. Mert amikor rájövünk arra, hogy mennyi dolog van, ami bennünk félelmet és szorongást kelt, és mennyire közel vagyunk ahhoz, hogy mindezt az illúziót, káprázatot megszüntessük, akkor megjelenik bennünk a bátorság. És még egy gondolat, amit nagyon fontosnak tartok, az, hogy a bátorság nem a félelem hiánya. A bátorság az, hogy haladok az úton, még akkor is, hogyha szembe jönnek velem a saját félelmeim, elképzeléseim, néha mentális gyötrelmeim, megyek tovább az úton. Én ezt nevezem bátorságnak. A félelemnek van egy fantasztikus hozadéka, és ezt tőled hallottam, Réka, hogy a félelem vagy lebénít, vagy megtanít igazán élni. Na, erről van szó, mert te minden betegségedből a félelem feloldásával gyógyultál meg. Eltűnt a félelem, és a biológia helyre tudta hozni a programjait. Nem indítottál el újabb következmény konfliktusokat, nem merítetted le a szervezetedet. És ezért történt meg az csodálatos gyógyulás a három daganatból, meg a szklerózis multiplexből, mert ezt te tetted meg, még akkor engem nem ismertél. És ez volt az, ami megfogott engem, mikor azt mondtad, hogy a félelem vagy lebénít, vagy megtanít igazán élni. És akkor egy másik félelemről beszéljünk, mert ha már ezt a témát eszembe juttattad, akkor nekem is van egy ilyen bátorság próbám. Nocsa. Nagyon aktuális is. Nocsa. Bármennyire félek is ettől a témától, persze most csak viccelek, ne tessenek komolyan venni. Igen. A félelmekkel való átlendülésen, a félelmekkel való foglalkozással szeretnék egy kicsivel több időt tölteni, és nem csak egyedül, hanem azokkal, akik úgy érzik, hogy már féltek eleget, és szeretnének félelemmentesen vagy élni, és a félelemmentesen élni nem azt jelenti, hogy soha semmitől nem félek, félelemmentesen élni azt jelenti, hogy fel tudom oldani a mindenkori megjelenő félelmeimet. Ezt szeretném megtanítani az alapszintű szemináriumot végzetteknek. Most velük foglalkoznék elsősorban, akik már voltak nálunk, hiszen velük már egy nyelvezetet beszélünk, és hamarosan meg fog jelenni egy-két napon belül
de hétvégére biztosan az október 23-ai hétvégének a meghívója. Ez egy 3 napos műhelyfoglalkozás lesz, amelyben csak a félelmek feloldásával szeretnék foglalkozni, megtanítani mindenkit arra, hogy ezt hogyan kell elmélyíteni ebben a tudásban, illetve megtanítani arra, hogy hogyan lehet félelmekkel együtt, a félelmeinkkel szemben, és a félelmeinket megszeretve meghozni a döntést. Hát nagyszerű híreket jelentettél be, Réka, és én ennek nagyon-nagyon örülök, mert nagyon időszerű mindaz, amiről beszélsz. És ha rádöbbennünk arra, hogy ezek a félelmek, ezek a biológiai testünknek a félelmei, mondjam azt, hogy biológiai kód bennünk az, hogy félünk a haláltól és a faj kipusztulásától. És ennek megoldására az üs vagy fús programot választjuk. Ennyi. Aki ezen a szinten él, az, bocsánat, de még biológiai szinten él. De az ember képes arra, hogy a félelmeit feloldja, és feleslegessé tegye az összes értelmes biológiai különprogram elindítását. A bevezetőben azt mondtam, hogy rabok legyünk, vagy szabadok, és igen, hogy a biológiai rabságból, a biológiai test okozta a keretekből hogyan tudnánk úgy kilépni élve, tehát ne tessenek félreérteni, élve, hogy ne a biológiai kódjainknak, a biológiai működési elveinknek legyünk a rabjai, hanem azon dolgozzunk, hogy hogyan tudnánk felszabadítani magunkat érzelmileg, mentálisan, így van, és hogyan tudnánk a lélek szabadságát megtapasztalni. Akkor a levegőt vettem, hogy ihaj, tehát ez az, ami felszabadít. Így van, és szeretnék egy gondolattal elköszönni a hallgatóktól, és lezárni ezt a félelmek közötti bóklászást, múltból, jövőből, tehetetlen vagyok, nem vagyok, igen, elég gyors, stb. Én azt kívánom a kedves hallgatóknak, hogy gondolkodjanak el azon, hogy az, amitől félnek, az mennyire reális. És mennyire befolyásolja a jelenüket az a valami, ami még nincs is, csak esetleg bekövetkezhet, vagy így is úgy is bekövetkezik, most például a vizsgai időszak. Igen. Mennyire gátolja egy 1-től 10-ig terjedő skálán azt, hogy azzal foglalkozzon, amit még meg tud tenni. Addig a felkészüléssel. Hogyha ez a szám nagyobb, mint 3, akkor tessenek megállni. Mondom ezt azért, mert még 30%-nyi félelmet, legyen. Oké, kell egy kicsi lámpaláz, egy kis vizsgadrók, ezt mondjuk még belefér. De ha az életemnek több mint felét azzal töltöm, hogy azon izgulok, ami még nincs, csak jaj, benne következzen, akkor nem arra figyelek, hogy mit tudok tenni másképp jobban, hanem folyamatosan leköti a figyelmem a félelem. Így van. Ilyenkor hibázunk a legtöbbet. Ezért van az, amikor a kezdő autóvezető, igen, beül a gépkocsiba, jujjuj, és elkezd vezetni. És hát kivéthetetlenül szembe jön a másik sávon egy másik autó, ami a fene megeszi, nem kellene, hogy jöjjön, jönnie. Nem. Mert emlékszem arra, hogy engem csak az összes többi autós zavart. Igen. Meg néha a gyalogosok is, akik próbáltak átmenni. Előtted. Igen, át is sikerült mindenkinek, jelzem. De emlékszem arra az állapotra, hogy vizet lehetett volna facsarni a kormánykerékből, mert annyira szorítottam. Emlékeznek rá, hölgyém, az első parkolásnál, hogy mindenünk össze volt húzódva? Jó, persze, tudom, hogy vannak olyan hölgyek, akiknek ez tökéletesen megy, de az elsőnél talán ők is izgultak. Igen. És hogyha akkor kiszállunk, és soha nem merünk újra beülni, akkor soha nem tanulunk meg vezetni. Nagyon-nagyon jó példa volt, Réka, és nagyon mindennapi, és mindenki átment rajta, aki valaha elkezdett autót vezetni, mert ott van bennünk a félelem, hogy és mi lesz, ha összetöröm az autót. Így van. Hát, na vajon mi lesz? Kikalapáljuk. Szóval a germán gyógytudomány
Én gondolom a mai nap is bebizonyította számunkra, hogy nem azért betegszünk meg, amit eddig állítottak, hanem azoktól a fel nem oldott programoktól betegszünk meg túlnyomó részt, amelyek értelmes biológiai programokat indítanak el. Persze a viselkedésünk is megváltozik, meg a hangulatunk is változik, ha ezekből a programokból túl sokat gyűjtünk be. Viszont, ha feloldjuk az érzelmileg azt, amit érzelmileg félelemmel nyugtáztunk, ha lezárjuk békével a napjainkat, akkor meg se fogunk betegedni. És az a gyönyörű ebben a tudományban, hogy reprodukálható. Én mindenkinél így történik meg. Fajra, nemre, vallásra, színre való tekintet nélkül. Össze is hasonlítható, mert mindenkinél ugyanúgy fog lezajlani a konfliktus aktív és a megoldási szakasz. És előrejelezhető a gyógyulás, ha az illető nem akasztotta el. Van egy összefoglaló arról, hogy miért akad el a gyógyulásunk. Nem gondolom, hogy statisztikát kéne végezni arról, hogy minden, ami él, az élni akar. Ez egy annyira egyszerű megfigyelés, hogy ezzel mindenki ki tud békülni, hogy a élővilág élni akar, és ezért a túlélés és a fajfenntartás lesz a legfontosabb számára. De egyéb korképek során sem kell statisztikát csinálni, mert a biológia a minden vagy semmi törvénye alapján működik. Nem statisztikák alapján működik a szervezetünk. Nem kell állatkísérleteket végezni, nem kell szenvedniük az állatoknak, hogy valamilyen laborértéket mi meghatározzunk. Az 5 természettörvényt kellene megismerni, és elfogadni józan ésszel és tiszta szívvel. Ez egy egyszerű, logikus rendszer, csak hogyha nem tudom érzelmileg megoldani a DHS-t, akkor szenvedhetek tovább okosan. És a germán gyógytudomány alapjában véve egy olyan fantasztikus eszköz, és ez csupa nagybetűs eszköz, amely megtanít jól élni. A jól élni azt jelenti, hogy jól vagyok. Biológiailag, érzelmileg, mentálisan. Hiszen ha tudom, hogy minden bajomnak egy oka van, az az érzelmi konfliktus, ami ott és akkor bekövetkezett, ugye ez az első természettörvény, akkor azt is tudom, hogy minden két fázisban zajlik második természettörvény, igen, tehát mulandó, ha megengedem, igen, elmúlik. A harmadik természettörvény, hogy a biológián kötött pályán mozog, csak a belé programozott feladatokat tudja ellátni, tehát, igen, nem rossz indulatú, nem fordul ellenem, nem öl meg, nem gyilkol meg, mindig egy séma, egy sablon, egy csiralemez szerinti működést végzi, hogy azok, akik bennem élnek társbérlőként, a csomagoláson belül, baktériumok, gombabaktériumok, vírusok és gombák, baktérium és vírusok, már egyáltalán léteznek, hogy egészen precízen idézem Hammer doktort, ezek nem ellenségek, ezek társbérlők a biológiai testemben, sőt, többen vannak, mint a hány sejtem van, tehát igazából én vagyok náluk a bérletben. Igen, így is felfoghatnánk. És a legfontosabb az lenne, hogy ne ellenségként kezeljük őket, hanem barátként, társként, akik azon dolgoznak, hogy tovább tudjak élni, és az 5. természettörvény lényege és értelme az, hogy mindennek oka van. És ezeket az okokat megismerve már rá tudunk arra is pillantani, rá tudunk arra is jönni, hogy igazából a gyógyuláshoz a lelki béke szükséges. Így van. A lelki béke az, ami nem betegít meg. Az össze, ha ez nincs, akkor semmi nincs. Akkor semmi nincs. És szeretnék egy idézettel elköszönni, ez a lelki béke imája. Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.